szurzokatol a fülében. És volt megbeszélt fellépő ruhátom? Látom, most is össze vagytok költözve, tehát teljesen. Ja, nem. Még nem. Soha nem. Ja, de volt. Hát ilyen jelmezeket szoktunk. De ez mostanában, mikor már úgy azt gondoltuk, hogy itt talán több jegyet tudunk eladni, hogy mi máshogy nézünk ki, akkor vettünk fel jelmezeket. És mi, tehát ilyen Woody Allen óvszer, meg ez a... Nem, de ez jó ötlet, ezt írjuk fel. De nem, hát például most legutoljára volt a hajón egy fancy show. Tehát ilyen barokkos ruhákban volt, vagy mikbe voltunk, nem is tudom. Igen, igen. Én sajnos nem, mert nekem én valamiért úgy néztem ki, mint a Green Day énekes, amit zöldre fújtam a hajam, pedig én is úgy akartam kinézni, mint én. Csak nincs úgy ízlésem, és így rosszul jött ki ez a lépés. De egyébként igen, ott például mindannyian beöltöztünk szép ruhákba. Jó, de hát nem nézhet mindenki ki úgy, mint a Laci. Tehát szerintem ezt el kell fogadni. Emlékeztek-e az első igazi ortodox Richard Gere rajongóra? Tehát lehet-e nevesíteni, személyisíteni, hogy ki volt az, akire azt mondott, hogy na, ő volt az első, aki már jött a koncertre. Hát nem az Attila, aki ugye egyedül, aki van az a videónk is, a készülődés egy teltházas koncert, és ott ő van egyedül, és mondja, hogy játsszuk a repülőgépet. A repülőgépet játszottam, basszát! Mindjárt! Kis idő kell, de eszünkbe kell jutni az akkordokat. Szerintem ő volt az első lehet, talán. Lehet. Igen, 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 tényleg. Volt a Szabad az Ában egy koncertünk, ahol senki nem volt. Egy jegyet nem adtunk el. Tényleg? Aha, persze. Volt, persze, persze. Miért ne lett volna? Ez hol volt? Szabad az Ában. Ja, Szabad az Ában, igen, bocsánat. Ez jó sokáig így volt amúgy. De azért mindig volt egy-két ember. De azért ingyen beengedtek embereket, vagy akkor tényleg okonyúlyos? Ingyen sem jött, tehát hogy nem volt ingyen sor. Sem, ingyen sem jöttek be. Az akkori haverjaink sem jöttek be. A barátaim nagyon nem szerették. Mondták, hogy ezt így hagyjam abba, hogy fáj a fejük 10 perc után. Te nagyon támogatóak voltak. Aha, de én mondtam, hogy nem is kell jönni, srácok, te most ne fizessétek ki az 500 forintot, így rosszul érzem magam most csak azért, mert... És akkor sikerrel együtt a baráti kör is lecserélődött, remélem, tehát vagy, igen. Vagy most már... Vagy amikor már menők lettetek, akkor már bejöttek? Akkor már kérték, hogy a vendéglistára írjátok fel őket? Egyébként igen. Tényleg, ez így változott. Na tessék, ilyenek ezek a barátok. Jó barátaink van. Igen. Igen, podcastja. Dob meg basszus zakatol a fülében.